Tök a délutánra. So I wrote on the program that this is a testimony time. Azt írtuk ugye a programba, hogy most bizonyságtételek következnek. And I think even we saw that even in our discussion groups that every single one of you could share a testimony willingly. És azt gondolom, hogy a kis csoportos beszélgetésekben is nyilván rájöttetek, hogy szinte mindenki külön-külön elmesélhetne egy bizonyságtételt. Because we all do, we all have something to say, we all have something to share. Mert mindannyiunknak van valami, amit elmesélhetünk arról, hogy az Úr hogyan munkálkodott. And what we're going to do just for this short period is I asked just three ladies just like you and me. És most ez az alkalom arról fog szólni, hogy megkértem három hölgyet, akik teljesen hétköznapi hölgyek, mint ti meg én. And I asked them, how has God given you wisdom in your life? Azt kérdeztem meg tőlük, hogy arra kértem őket, hogy arról meséljenek, hogy Isten hogyan adott nekik bölcsességet az életükben. Just in their life, not that something that we're gonna, it's not a program that they're gonna give to us. It's just sharing a testimony of how God has given them wisdom. Tehát nem valamilyen képletet fognak nekünk előadni, hogy ez hogyan működik mindig, hanem hogy az ő életükben ez hogyan volt. And once again, every single one of you, I could have asked any one of you to come up és and tudom, share. Hogy bárkit megkérhettem volna az itt jelenlévők közül, hogy jöjjön ide és tegyen. So I just pray that our goal for this time is just for it to be an encouragement, just to be able to hear from people's lives, just like us, who God leads with His wisdom. És remélem, hogy bátorító lesz ez az alkalom mindenkinek, hogy halljuk azt, hogy Isten hogyan vezetett egy másik, egy testvérünket, hogy neki hogyan adott bölcsességet egy élethelyzetben. Okay, so you guys ready? Készen álltok? Okay, come on up, Ingrid. Jó napot kívánok. Good day. My name is Ingrid. A nevem Ingrid. I have three children. Három gyermekem van. And I go to Golgotha in Budapest. És a budapesti Golgotába járunk. For almost 4 years now. Már majdnem 4 éve. And I love my church. És nagyon szeretem a gyülekezetemet. Which is why when Joy asked me to share. És éppen ezért, amikor a Joy megkért, hogy itt mondjam el a bizonyságtételemet. I said yes. Akkor igent mondtam rögtön. So I'm going to start my story with a verse from the Bible. Egy ígeverssel indítom a történetemet. In Proverbs 11:2. A 11. példabeszédben. It says, when pride comes. Go ahead. When pride comes, then comes disgrace. Azt írja, ha föl a második versben, ha föllép a kevésség, a gyalázat, vagy más szóval a szégyen is megjelenik. But with humility comes wisdom. Az alázatosaknál pedig bölcsesség van. So a long time ago, when I was much younger, nagyon régen, amikor sokkal fiatalabb voltam, I surrendered my life to Christ. Átadtam az életemet Krisztusnak. Because I was like the woman caught in adultery. Előtte én olyan voltam, mint az a nő, akit házasságtörésen kaptak rajta. And Jesus was writing in the sand. Do you remember the story? És biztosan emlékeztek a történetre, hogy Jézus ott ugye a homokba írt, amikor elé hozták ezt a nőt. Now I wasn't caught in the act of adultery. Tehát engem így nem kaptak rajta házasságtörésen. But the grace of God was so real to me. De Isten kegyelme pontosan annyira volt számomra valóságos, mint annak a nőnek lehetett. I surrendered my life to him. Átadtam az életemet neki. And fell in love with him. És beleszerettem az Úrba. And one day he asked me to move to Hungary. És egy nap azt kérte tőlem, hogy költözzek Magyarországra. And most szeretem Magyarország. Now I love Hungary. I was working as a teacher. Tanár voltam. I taught math. Matek tanár. And I loved my students. És nagyon szerettem a diákjaimat. I love math. Szeretem a matematikát. I loved my job. Szerettem a munkámat. I loved sharing Christ with my students. És nagyon élveztem azt, hogy Krisztusról beszélhettem a diákjaimnak. And when I came, there were many needs at the school. És when you started working at that igen, one particular igen. school, yes, és amikor azon a munkahelyemen elkezdtem eredetileg dolgozni, akkor nagyon sok szükséglettel találtam magam szemben. I had a husband and three children. Ugye férnél voltam, és három gyermek anyukája. Have currently. Most is van.
And when a need came at the school, I said yes. És amikor ebben az iskolában fölmerült egy szükséglet, akkor én rögtön mindig igent mondtam. I wanted the help. After all, God was calling me to do this work. És segíteni akartam, hiszen ugye Isten engem arra hívott, hogy ott dolgozzak. And then many people began to praise me. És akkor nagyon sok ember elkezdett engem folyton megdicsérni. Many parents, many students, many coworkers, the igazgató, Sok szülő, sok diák, az igazgató is mindig megdicsért. So, and that became a problem. És ez egy idővel problémává vált. So, I said more to more work. És akkor egyre több munka feladat lehetőségre mondtam igent. So for the next 2 years, I worked harder and the ugly word pride came into my life. Úgyhogy a következő 2 év során egyre többet dolgoztam, és egy nagyon csúnya szó vált valósággá az életemben, ez pedig a büszkeség. So unfortunately, I wasn't working for the Lord. Mert sajnos a munkámat nem az Úrért végeztem. I was working for me. Hanem értem, önmagamért. So God allowed some trials to come into my life. Isten tehát megengedte, hogy bizonyos megpróbáltatások jöjjenek az életembe. To remind me who he was. Azért, hogy emlékeztessen engem arra, hogy ő kicsoda. And during those painful trials, és ezek a fájdalmas próbatételek ideje alatt, I remembered what it says in James. Eszembe jutott, amit Jakab levelében ír. James chapter 1 verse 2. A Jakab 1 második versében. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe, vagy az eredetihez közelebb van az, hogy nehézségekbe estek. Because you know that the testing of your faith develops perseverance. Tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. I remembered that verse. It was in the Bible. Eszembe jutott ez a vers, tudtam, hogy a Bibliában van. And I was so broken. És annyira összetörődtem addigra. I went to the Word of God. Hogy Isten igéjéhez fordultam. And I devoured it. És elkezdtem felfalni. And I decided to study Isaiah. És úgy döntöttem, hogy Ézsaiás könyvét fogom tanulmányozni. And in Isaiah, God tells us 61. He tells us beautiful things. Chapter 61. Igen, igen. És Ézsaiás könyvének 61. fejezetében gyönyörű dolgokat mond Isten. I won't quote the verses. Nem fogom az összes verset idézni. But he tells us that he binds up the brokenhearted. De az egyik dolog, amit ott mond, az az, hogy ő megkötözi a megsebzett szívűeket, bekötözi a sebeiket. And that was me. És ez én voltam. And he proclaimed freedom for the captives. És hogy ő szabadságot hirdet a foglyoknak. And that was me. Ez is én voltam. And release from darkness for the prisoners. És azt is írja, hogy ő a foglyokat kiszabadítja a fogságokból. And that was me. És ez is én voltam. And he bestowed on them a crown of beauty instead of ashes. Hogy a hamu helyett a szépség koronáját adja nekik. And when I read the word of God, it was this beautiful peace God was speaking to my heart. És amikor ezeket olvastam Isten igéjében, akkor egy ilyen csodálatos békesség költözött be a szívembe. And through the word of God, és Isten igéjén keresztül, God gave me wisdom. Isten bölcsességet adott nekem. Also, I was working so hard. És hát olyan sokat dolgoztam. Some of my friendships were lacking. Hogy néhány barátságom ezt igencsak megszenvedte. And God allowed me to see that through his word. És Isten az ő igéjéből erre is rámutatott. So I sought out friendships from other women. So you did what with them? Sought out. Úgyhogy ezek után elkezdtem keresni ezeket a barátságokat a barátnőimen keresztül. The Bible says, carry each other's burdens. Ugye a Bibliában azt írja, hogy hordozzátok el egymás terheit. And in this way you will fulfill the law of Christ. És így módon akkor betöltitek Krisztus törvényét.
So I found four women. És ezért találtam, kerestem négy nőt. Who loved the Lord passionately. Akik szenvedélyesen szerették az Urat. And in James 5, és a Jakab 5-ben, it also says to confess our sins to each other. Ugye azt is írja, hogy valljuk meg egymásnak a bűneinket. And to pray. És hogy imádkozzunk együtt. So the Lord gave me wisdom. Úgyhogy az Úr adott nekem erre bölcsességet. Through my friends. A barátnőimen keresztül. And through prayer. És az imádságon keresztül. And another thing he did. Egy másik dolog, amit tett. He gave me the strength. Az pedig az volt, hogy erőt adott nekem. To forgive. Hogy megbocsássak. Sometimes when people hurt you deeply, mert néha, amikor az emberek nagyon mély sebet ejtenek rajtunk, the most difficult thing to do, akkor a legnehezebb dolog, is to forgive, a megbocsátás. But in Ephesians chapter 4, de az Efézusi levél 4. fejezetében, God says to forgive as the Lord forgave you. Isten azt írja, hogy úgy bocsássunk meg egymásnak, ahogyan az Úr is nekünk mindent megbocsátott. So the Lord gave me wisdom. Úgyhogy az Úr adott nekem bölcsességet ez alapján. Through the power of forgiveness. A megbocsátás erejének a bölcsességét, igen. And lastly, és aztán végül is, as Pam mentioned, ahogyan a Pam is említette, I think she talked about this in Proverbs. Azt hiszem, hogy a példabeszédek kapcsán beszélt erről. I sought wise counselors. Bölcs tanácsadókat kerestem magamnak. Which was difficult for me. Ami nekem nehéz volt. Because I needed to admit. Mert ugye ez azt jelentette, hogy beismerem. I needed help. Hogy segítségre szorulok. But once I did that, de amikor ezt megtettem, I received God's wisdom. Akkor Isten bölcsességét már megkaptam utána. So God gave me wisdom. Úgyhogy Isten így módon adott bölcsességet. Through his word, az ő igéjéből, prayer, az imádság által, friends, a barátaimon, barátnőimen keresztül, forgiveness, a megbocsátáson keresztül, and counseling, és a tanácsadáson keresztül. That's a lot, isn't it? Ez sok dolog, ugye? But there's one thing that encompasses all of those five things. De van egy dolog, ami ez az öt közül mindegyikre vonatkozik, vagy mindet magába foglalja. As I have walked this journey for 16 months, ez egy ilyen 16 hónapos szakasza volt az életemnek. I have learned, és az időszak alatt megtanultam, wisdom is in the very person of Jesus Christ. Hogy a bölcsesség Jézus Krisztus személyében, magában található meg. And he wants us to find him. This isn't hide and seek. És ő vágyik arra, hogy mi megtaláljuk őt, tehát ő nem bújócskázik velünk. When we seek him, we will find him. És ha keressük őt, akkor megtaláljuk. So there were five things I did. Öt dolgot tettem tehát. But perhaps the greatest lesson I learned about wisdom. De a legnagyobb lecke, amit a bölcsességről tanultam, talán az volt. Is that it is in the person of Jesus Christ. Hogy Jézus Krisztus személyében található meg. So as I seek him. Úgyhogy mert hogy amint őt keresem, I gain wisdom. Bölcsességet kapok. I'm still on this journey. És még mindig ezt az utat járom. Every day. Minden nap. Every hour. Minden órában. Every moment. Minden pillanatban. So, I would like to thank you for translating. You're welcome. And thank you for listening to my story. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Akkor jön a következő. Sziasztok! Igyekszem nem körbenézni, milyen sokan vagytok. Amiről én szeretnék beszélni, az egy évnek, a múlt évemnek az időszaka, ami egy elhívással kezdődött, és hát Isten nagyon humoros. Egy ilyen meghitt ima pillanatomban, lelkem felszabadultan, megkérdeztem Istentől, hogy Uram, hát mire hívsz el engem? Afrikába? Vagy bárhova? Bármit megteszek?
És Isten szólt, hogy hát egy jogosítvány kéne. És akkor én, hát azt nem. Hát az olyan kellemetlen, hát az tőlem távol áll, az túl műszaki, az szörnyű. Aki engem ismer, az tudja, hogy én mindent lejtek. Tehát, hogy így szörnyű. És, de hát csak nem hagyott ez a gondolat, és közben oda mentem este a férjemhez, és van nekünk egy ilyen kis szokásunk, hogy időközönként megkérdezzük a másikat, hogy hogyan lehetnél jobb. Kérdeztem, hogy hogyan lehetnék neked jobb segítőtársad? Hogyan lehetnék jobb feleséged? És nagyon kedvesen rám nézett, közben ette a vacsoráját. Hát, ha lenne egy jogosítványod, az sokat segítene. Igen. Szóval én egy évvel ezelőtt akkor így elkezdtem ennek a tanulását. És hát ebből az időszakból látszik is, hogy milyen jól haladok. Viszont azt nem tudtam, hogy ez egy olyan út, amiben Isten csodálatos dolgokat fog megtanítani nekem, megerősíteni, és erről szeretnék igazából bizonságot tenni. Nem tudom, biztos sokatoknak van jogosítványa, és tanultatok, hogy azért egy oktató Magyarországon ma elég agresszív ember. Biztos van kivétel, de ez egy ilyen külön kiképzett emberek. Én meg nagyon nem vagyok agresszív ember, és az első, amit meg kellett tanulnom, az az, hogy a Zsoltárok 119.73-at, hogy kezet teremtett, és erősített meg engem. És ezt nem volt egyszerű megtanulni. Tehát amikor hónapokon keresztül az ember heti kétszer-háromszor azt hallgatja, hogy ő egy hülye, analfabéta, fogyatékos, és mit gondol, hogy ide beült, és stb., akkor úgy lassan elkezdem elhinni. És emlékszem erre a pillanatra, hogy mentem föl a hegyen, mert én egy hegyvidéken élek, és mentem át a mezőn, és úgy éreztem, hogy ez a bogán, csak itt van, ő méltóbb az életre, mint én, mert ő nem kísértik meg azzal, hogy ugorjon meg egy olyan lécet, amit nem tud, és nem, ő az, ami, és abban gyönyörködnek, ami, és ennyi, és ez tök jó neki. És Isten így mellém lépett, és azt mondta, hogy nem. Én úgy teremtettelek meg téged, ahogy elgondoltam, hogy tudatosan végig gondoltam, és én ezt egy alkotási folyamatban tettem. És én azért teremtettelek téged ilyen a világ számára gyengének és törékenynek, mert én ezt így találtam ki. És ezt ott hitben el kellett fogadni. Tehát ott még nem volt ebben megerősítésem, hogy külső visszajelzések alapján, hogy igen, de jó, hogy ilyen vagy, hanem egyszerűen ezt el kellett hinnem. És ezáltal el is hittem azt, hogy ő szeret. És ez nagyon-nagyon sokat jelentett, mert amikor én ezt elhittem, akkor Isten felnyitotta a szememet egy másik dologra, így az oktatommal kapcsolatban, hogy elkezdtem neki Jézusról mesélni, és beszélni. Mert mindig megkérdezte, de hát miért nem üvölt ezt? Mert rendszeresen azt csinálta, hogy például kihajolt az ablakon, lehúzta, és még a biciklistát is megverte, miközben haladtunk. Tehát, hogy ilyen borzasztó körülmények között kellett megtanulni a dolgokat, meg a sávváltást. És na mindegy, szóval... És voltak szituk, amikor meg annyira sírtam tőle a kocsiban, hogy a mellettem piros lámpánál álló vezető hajtotta le az ablakát, és üvöltött, tehát, hogy fejezze be. Tehát, hogy így ilyen nagyon, nagyon látványos tanulásom volt. Viszont itt megtanította Isten azt, amikor elkezdtem neki Jézusról beszélni, hogy azt láttam meg, hogy az emberektől való félelem csapdába ejt. Ez a példabeszédek 29-25-ben van. És itt is először el kellett hinnem, hogy itt ez egy félelem, amit ő gerjeszt, és persze, hogy tudatlan vagyok, hiszen ezt láttam, és azért fizetek, és ebből a csapdában én nem akarok élni, és hitben akarok járni. És akkor elkezdtem neki ezt is elmondani. És eljutottunk egy olyan szintre, amikor már az evangéliumot így elmondtam, ő meg kifakadt, és ő is elmondta az életét. Ez egy 200 kilós ember. Remegtem mellette. Egyfétebben bögdösött.
mikor éppen ilyen aktuálisan érzelmi viharokat élt meg. És szóval, hogy így mondtam neki, de Jézus szeret, és döntened kell. És nagyon érdekes volt, hogy a következő alkalommal mondta, hogy akkor ő döntött, és szeretné, ha én egy másik oktatót választani. Hát mondtam, jó, örülök. Szóval ez itt most nagyon viccesen hangzik, de azért otthon ezt előadni, a férjemnek nem volt olyan vicces. És hát, de egy, tehát a békességem olyan szempontból, még ha félelmekben is voltam, megvolt, hogy Isten hívott el, helyezett ide, és tart itt engem addig ebben a nyomás alatt, ami kell, hogy valamit elintézzen, ő, vagy én, vagy tényleg megtanuljak vezetni. És szóval valami történni fog, ami pozitív. Nagyon fontos volt még az előző igéhez annak a lejátszása a lelkemben, hogy én kiben hiszek. És amikor Isten így megmutatta, hogy ő mekkora, és néha láttam az oktatomot, hogy ő mekkora, akkor így olyan eltörpült, és hirtelen láttam, hogy ő is egy félelmekkel teli ember, aki azért agresszív, mert tele van félelemmel. És elkerültem az új oktatómhoz, aki első alkalommal mondta, hogy hát maga annyit vezetett, meg hát ugye vezettem neki, és mondta, hogy mindent tud, de komolyan. Mondta, hogy a gyerekét beültetni mellém, azt menjünk. Mondtam, hogy jó, hát akkor menjünk vizsgára. És akkor mondja, hogy jó, ha fizetek. Néztem rá nagy szemekkel, le se esett, mit akar. És akkor így, hát tudja, fizet bizonyos összeget, megvan a vizsga. És hát én nekem hirtelen ott József esetet jutott eszembe, hogy szaladj. Nagyon ciki volt egy autóból, és én tényleg kiszálltam, és elszaladtam. Annyira ciki volt. De viszont annyira jó volt, mert ahogy futottam a hegyen fölfelé, ugye? Egyrészt lefogytam, de másrészt azért Isten megint mellém lépett, és én kérdeztem tőle, hogy Uram, már azért egy ideje itt vagyok, már bizonságot tettem, most már azért úgy, hát már léphetnénk arra, amikor te megszabadítasz, és én örvendek, és én tényleg úgy, és én a dicsőségedre használom ezt a jogsit, és tényleg, nem is vásárolok be, csak bármi. És olyan érdekes volt, hogy de kérdezte, hogy is végülis megkaphatnád. Hát mondom, tényleg. Csak egy összeg. És mondja, hogy és belefér ebbe, ahogy mi itt beszélgetünk? Hát mondom, nem. Hát akkor megvan a válasz. Hát meg. Visszasétáltam a kocsihoz, várt az oktató, és visszaálltam, és mondtam, hogy nem. Hát innentől jött a fekete leves, mert azért ez egy bánásmódot eredményezett. Viszont olyan érdekes volt, hogy ezt a szót használta, hogy te bolond vagy, hogy elutasítottad ezt az ajánlatot, hogy én így adtam neked. És mondtam neki, hogy ez így van. És mondja, hogy de miért tetted? És mondtam, hogy azért, mert Isten erre hivattál. És akkor ki az az Isten? Hát mondom, akit én szeretek. Hűha, és te azt hogy szereted? És megint gyakorlatilag kikerekedett egy bizonyságtétel, ami annyira hosszúra sikerült, hogy a hetek alatt én 2-3 hétig csak úgy vezettem, parkoltam, sávot váltottam, autópályán mentem, hogy mellettem zokogott az oktató. És egyfolytában a bűnvallást kellett hallgatnom, de ugye nem lehet oldalra nézni, hogy amúgy teljesen egyetérte, nem lehet megkérdezni egy nagyon komoly, tényleg gyilkosságokat bevalló bűnvallás közepette, hogy amúgy menjek-e balra. Szóval, hogy annyira kétségbe voltam esve, hogy Uram, ez egyszerűen nincs ilyen. Nincs ilyen. És hát mindegy, én 3 hétig vezettem mindenfelé a világba. Megnéztem az időt, mikor jár le. Aztán leparkoltunk. És mindig Isten lehetőségeket adott arra, hogy ugye hát az ember nem lapozhatja a Bibliát közben, meg csak a zsebkendőket adogattam, hogy így az igéket tudtam csak mondani. Tehát olyan sokszor, annyira sok fájdalmat mondott el, amit nem is ismerek, nem is tudtam hozzászólni. És csak
igéket tudtam oda mondani, ami amúgy éreztem, hogy csak ez a válasz. Most ez ciki vagy nem ciki neki, nem tudok mit kezdeni, mert a sávot kell figyelnem, hogy középen maradja, és meg ne halljunk. Szóval, hogy így... És eljutottunk egy olyan beszélgetésre, tényleg egyszer emlékszem, egy kisorolás közepén, hogy de én most mit kezdjek a bűneimmel? Nem tudom. Megkísértett ez a gondolat, de mondtam, hogy... Szóval, hogy így... szóval, hogy ez hihetetlen, hogy most ez a oktatóm, ez titokban otthon olvassa, hogy a házastársa ne lássa a Bibliát, és megtanulta a szeretet nyelvet, és felmondja nekem, miközben... na mindegy, és annyira kicsit összeomlottam a végén, hogy most már ő is megtért, most már mindig nincs jogosítványa, most már ne menjünk már végig az egész oktatóra. Ez kellemetlen, és olyan érdekes volt, hogy hát megint előállt. Hát, figyelj Viki, meg lenne ez a jogosítvány, kicsit emeltünk az összegen ugyan, de ennyit kéne erre rakni. Hát neki, figyelj, nekem ez nem fér bele még mindig, sajnálom. És akkor olyan érdekes volt, hogy ezáltal így, miközben egy kapuba parkoltunk, és én finoman megjegyeztem, hogy ezt nem lehet, hogy így, mondom, ez nem fog beleférni nekünk, hagyjuk ezt a témát. És akkor így olyan különleges volt az, hogy így megint elhordott mindennek, mert hát azért káromkodásról nehezen szoknak rá, így elhordott mindennek, én mondtam, hogy jó, akkor ha befejezte, akkor én ezt az órát kifizettem, és hazamennék. Így váltunk el egymástól, és én nagyon-nagyon összeomlottam otthon. És úgy éreztem, hogy Isten elhívott valamire, azt mondta, hogy ülj ebbe a csónakba, menj át a partra. Én beültem, engedelmeskedtem, és a vihar közepén vesződöm, és senki nem látja, hogy mi van. és közben rengeteg nyomás volt rajtam, hogy tényleg kéne az a jogsi... keresztények is megkerestek, és mondták, hogy hát, Viki, azért bölcsebb lenne, hogyha hát, túlesnél ezen. És annyira összezavarodtam, amikor az a rész jött nekem reggel a Bibliában, amikor Jézus a vizen jár. És nem tudom, emlékeztek-e, a Márk evangéliumában van a 6. részben, hogy Isten mondja nekik, hogy menjetek át, és egyszer csak azt írja, hogy és ő látta őket, amint vesződtek az evezéssel, mert a szél szembe fújt. És akkor ment csak oda Jézus. Engem az ott nagyon megvigasztalt, hogy ebben az őrült helyzetben, ami tényleg mesebelien őrült egy év alatt, Isten lát engem. Látja ezt a helyzetet, látja ezt a egész magyar helyzetet, hogy így működik. És látja a vesződésemet. És ez a szeretetének a figyelme, hogy elkezd oda sétálni. És még nem tudom azt mondani nektek, hogy az út végén vagyok, és átmentem a partra. Ez majd kiderül egy pár hét múlva. De ez nagyon nagy tanulság volt számomra, hogy Isten szeret, nem véletlen alkotott olyannak, amilyennek, és nem kell félni az emberektől, és Isten mindig velünk van, a nyomás alatt is, és oda jön, és velünk marad. Ennyi volt. Sziasztok, visszatértem. Többen jeleztétek, hogy nem hallottátok, amit mondok a tolmácsoláskor, úgyhogy ha megint ilyen probléma van, csak így készfeltartással is próbálok hangosabban beszélni, vagy a kollégák így feltekerik a hangerőt. Kriszta vagyok egyébként, itt dolgozom a Biblia iskolában, az irodában. Jó, oké, meg lesz ez. Egyedülálló vagyok, se kutya, se macska, se semmi. Van egy kis szobám, nagyon örülök neki. Egy nem vallásos családba születtem. Két testvérem van, édesanyám kétszer házasodott, úgyhogy az egyik féltestvérem. De soha nem volt igazából ez téma nálunk. Teljesen úgy nőttünk fel, hogy testvérek vagyunk, kész, pont.
Viszonylag boldog gyerekkorom volt az átkosban. Mert a szüleim szerettek, nem volt... az ember gyerekként nem veszi észre annyira feltétlenül a szülők közötti problémákat. Nekünk sem tűnt fel, hogy van. Tudtuk, hogy szeretnek minket, és ez így elég volt. Sokat játszottak velünk, sok időt töltöttek velünk, nem kell lennél több egy gyereknek a boldogsághoz. Aztán el kellett költöznünk, Budapesten születtem egyébként, el kellett költöznünk az öcsém miatt, aki aszmás volt, és muszáj volt, hogy életben maradhasson. És egy teljesen új környezet, felső tagozat, nem ismertem senkit. Magamba fordultam, addig elég zajos gyerek voltam, úgymond, sok volt velem a probléma, de onnantól kezdve nem voltak barátaim, egyedül voltam. Középiskola egész zaklatottan telt. Az ember, kerestem a kérdésekre a válaszokat, hogy mi az élet értelme, minek vagyok itt, miért vagyok egyedül, miért nem szeret senki se. Szüleimmel is problémák voltak, válláson gondolkodtak, és néha előfordul, hogy a gyerekeket használják fel a kialakult állóháborúban egymás ellen. Nálunk is ez történt. Kicsit reményt vesztettem, meg nem találtam kérdéseimre választ. Úgyhogy egy öngyilkossági kísérlet után az egyik tanárom segített át a nehézségen, és onnantól kezdve egyfajta úgymond istenkeresésbe kezdtem, mert tudtam, hogy belül valami hang azt mondta, hogy van remény, van jobb, csak meg kell találnom. Úgyhogy mindenféle dologba belefogtam. Egyetemet otthagyva Angliába mentem. Ott dolgoztam és éltem majdnem 2 évig, és ott találtam meg a reményt, ott értem meg, elfogadtam Jézust megváltómként, kb. 20 éves voltam. Aztán hazatértem, mert Isten erre kért, Budapesten vállaltam munkát, oda költöztem, egy pár évvel később bekerültem a Golgota gyülekezetbe, akkor még Greg Opin volt a lelkipásztor, de rég volt. És szépen betakozódtam, házi csoportba jártam, aztán bekapcsoltam a szolgálatba. Elég szűkös évek voltak anyagilag. 2 állásom is volt, hogy fent tudjak maradni. És amikor végre úgy éreztem, hogy célegyenesben vagyok, Isten elküldött Vajtára. Nem voltam boldog. Körülbelül 1 évig harcoltunk, de hát ő nyert. Úgyhogy itt vagyok 2005 óta. És engedett. Mielőtt elmondom azt a történetet, amiben Isten bölcsességet adott, szeretnélek megkérni benneteket arra, hogy a délelőtti órán Pam említett egy csomó-csomó dolgot, ami a szívünkben első helyre szokott ugrani Isten helyett. És biztos, hogy ha nincs is, de volt az életetekben egy olyan, vagy lehet, hogy éppen most küzdötök valamivel, egy picit gondolkodjatok el ezen, és tartsátok észben, mert ugyan én egy konkrét dologról fogok beszélni, de ez a dolog mindannyiunk életében más lehet, ami elfoglalhatja Isten helyét. Eléggé fiús lány voltam mindig, fiú barátaim voltak gyerekkoromtól kezdve, és ez felnőtt koromban sem változott sokat. Aztán egy alkalommal az egyik barátság szerelembe fordult, mármint részemről, persze a fiú az semmi. De ezt még úgy lehet kezelni, mikor az ember tudja, hogy csak elszaladt vele a ló, Isten elé viszi, imádkozik, és tényleg segít, lecsendesíti a vihart. Hónapokig ment ez a dolog, nem nagyon csendesedett maga az érzés, és tanácsot kértem egy bölcsebb hölgytől, akit ismertem, megbíztam, hogy imádkozzon. Én úgy éreztem, hogy Isten nekem azt mondja, hogy nem, neki ő azt mondta, hogy még nem. Mondom, jó, akkor mégis ez az én életem, megyek a nemmel, az a biztos. És 2 dolgot kértem az úrtól, hogyha esetleg mégis rosszul értelmeztem a válaszát, hogy 2 dolog történjen meg. Teltek a hónapok, egyik sem történt meg, úgyhogy mondom, halleluja, nem, mehetünk tovább, lezárhatjuk ezt a fejezetet. És úgy éreztem, hogy sikerült is. Kicsit elkerültünk egymástól, én ugye lekerültem Vajtára, úgyhogy nem nagyon láttuk egymást, nem volt lehetőségem megtapasztalni, hogy tényleg így történt-e, hogy lezártam-e.
Egy éve később, mikor újra találkoztunk, mert mindegy, lényegtelen újra találkoztunk többet, akkor rájöttem, hogy ez a dolog még egyáltalán nem halt honvába. És arra is rá kellett ébrednem, hogy most már ő is megváltozott. Érdeklődik, és ebből még lehet valami. Úgyhogy újra Istenhez vittem az egészet, hogy akkor ez most nem, még nem, most akkor mi van, mert most már teljesen belezavarodtam az egészbe. És ahogy imádkoztam, még nem kaptam választ az Úrtól. Az a két dolog, amit kértem, az egymás után bekövetkezett. És akkor én úgy éreztem, hogy hoppácska, hát Krisztike férjhez megy. Kicsit megrémültem az egésztől, mert annyira nem volt szívem vágya soha ez a házasságos dolog. De hát Istenben nincs más módja ennek a dolognak, házasság útján lehet csak valakivel együtt lenni. És pár nappal később, imádkozás közben, amikor így örvendeztem, meg hogy halleluja minden, nagyon világosan, félreérthetően Isten mondta, hogy nem. Na mondom, akkor az a két dolog, az miért következett be? És megmutatta nekem, hogy olyan dolgot kértem megerősítésként az ő akaratára vonatkozóan, amihez neki nagyon-nagyon volt köze. Tehát most konkrétan az egyik az volt, hogy ugye, amit nagyon sokszor szerintem szoktunk kérni, hogyha tetszem a fiúnak, akkor ő lépjen, és ő kezdeményezzen. Na, de egy fiúnak akkor is tetszhetünk, hogyha az nem Isten akarata az a kapcsolat. Tehát, hogy ez így nem annyira volt bölcs dolog tőlem, hogy ezt kértem egyik jelként, mert ez teljes egészében a fiútól függ, hogy ő mennyire hallgat Istenre. A másik is hasonló volt, úgyhogy ezt így, tehát ez az Istentől való bölcsesség ugye egy úgymond kinyilatkoztatáson keresztül jött. Isten egyszerűen megmutatta, hogyha már így kérek jeleket, akkor úgy kérjem, ami teljesen biztos, hogy csak tőle függ, máshogy nem következhet be. Nincs benne emberi tényező. Aztán próbáltam alkudozni, hogy jó, hát nem, de nem lehet, hogy még nem esetleg. Nem, soha, 100% ki van csukva. Kicsit összetört a szívem, de hát ez van. És közvetlenül ezután randira hívott az illető, és hát tudtam, hogy nem szabad elmennem, mert nem szabad, de amikor az emberben ott a vágy, és szerelmes, és végre a másik is viszont szereti, akkor így nehéz nemet mondani, pláne amikor ilyen boci szemekkel néznek rá, hogy de muszáj elmennünk, mert valami nagyon fontosat kell kérdeznem, megmondanom. Lehet ezt még fokozni, Istenem. És végül is, igen, nemet mondtam, tudva, hogy megbántom, és nem érti, hogy miért, mert pontosan tudta, hogy nekem is tetszik. De nem álltam neki magyarázkodni, mert mondom, ezt most hagyjuk, ne menjünk bele. És innentől kezdve nem találkoztunk, tehát ő elment, külföldre utazott, úgyhogy én meg jobb laknáltam, ha megszakítunk minden kapcsolatot. Mert ott, amikor már mind a két ember szerelmes és mást akarnak, akkor ott barátság nincsen, és ostobaság lenne beszélni az egészet magunknak. Úgyhogy írtam neki egy szívhez szóló szép üzenetet, és azóta se hallottam felőle. Utána én ugye visszakerültem Vajtára, és nagyon-nagyon nehéz időszak volt ez az életemben. Nem feltétlenül azért, mert most ez a dolog meghiúsult, mert hát na bum. De úgy éreztem, hogy valahogy Isten elárult, hogy becsapott, hogy megtagadott tőlem valami jót. Az ember, amikor 30 éves, akkor azért már úgy kicsit szeretne megállapodni, letelepedni, esetleg gyerek. És hogy akkor ezt most én miért nem élvezhetem? Nekem ez miért nem? Miért nem jár? Sajnálja tőlem a boldogságot? Vagy most mi van? És ez teljesen szétestem így hónapok alatt,
Mert egyszerűen nem tudtam feldolgozni azt, hogy az az Isten, aki azt mondja, hogy engem úgy szeret, mégse akarja, hogy én boldog legyek. És ez sokkal rosszabb volt azzal megküzdeni, hogy a szívem szerelmes elárult, mint hogy most elveszítettem egy férfit. Hát ez annyira jó, persze az is fáj, de maga az a tény, hogy nem tudok zöldágodra vergődni Istennel. És amikor már ott tartottam, hogy épp kézláb gondolatom nem volt, és csak könyörögni tudtam Istennek, hogy tartson meg, hogy segítsen, és húzzon ki ebből a káoszból, mert én már egyedül nem tudok felállni, akkor ő mellém szegődött, soha nem hagyott el. De életemben nem sokszor fordult elő, hogy hallottam a hangját, de akkor hallottam. És nagyon gyengéden, nagyon határozottan, csak annyira kért, hogy őszintén válaszoljak a kérdésre, amit fel fog tenni. Megígértem, hogy őszintén fogok válaszolni. És azt mondta, hogy ha igent mondanék a kérdésedre, és odaadnám neked ezt a férfit, és összeházasodnátok, akkor ő, mint a te férjed, hova vezetne téged? Hozzám közelebb, vagy tőlem távolabb? A választ tudtam azonnal, az volt, hogy tőled távolabb. És abban a pillanatban, ahogy ezt kimondtam, tudtam és megértettem, hogy miért mondott Isten nemet erre a kapcsolatra. Nem azért, mert sajnálta tőlem a boldogságot, vagy mert nem szeretett, hanem pontosan azért, mert túlságosan szeretett ahhoz, hogy engedje, hogy romlásba döntsem az életem. Mert előbb-utóbb vagy őt hagytam volna el, vagy a férjemet. Úgyhogy ettől megkímélt, amiért borzasztó hálás vagyok neki. És ugye amikor megtanultam, illetve megértettem ezt a jövő bölcsességet, akkor azt is megértettem, hogy én az ő kedvese vagyok, és ő az enyém, ahogy a tiétek is. És bármi, ami közénk állna, vagy ami elválasztana minket tőle, az nem szolgálja mi javunkat, nem fogja megengedni. Persze, szabad választásunk van, dönthetünk, de ő mindig nemet fog rá mondani azért, hogy megvédjen minket, és megóvja a mi kapcsolatunkat vele. Ahogy Pam is említette, nem valószínű, hogy ezek a dolgok, amikre vágyunk, önmagunkban rosszak, sőt, ugye felsorolt ő is egy párat, család, gyermekek, egy jó állás, lakás, kocsi, utazás, vagy egy olyan jellem, ami nekem nincs, de neki meg neki van. De a probléma, vagy az igazi kérdés az abban van, és ez a bölcsesség, amit Isten nekem mutatott, hogy az az adott dolog a szívünkben, az én szívemben, a ti szívetekben milyen helyet foglal el. Hogy kié a szívünk, mié a szívünk, az álmainké, a vágyainké, vagy Istené. Ugye kértem korábban, hogy tartsátok észben azt, ami a ti életetekben esetleg ilyen jelentőségű, és tegyétek fel magatok, most arra kérlek benneteket, hogy tegyétek fel magatoknak a kérdést, hogy mennyire fontos nektek ennek a vágynak, vagy az álomnak a beteljesülése. Fontosabb Istennél, hogy akkor is szeretnétek-e, vagy szeretitek-e Istent, ha nem adja meg azt, amire vágytok. Tudjátok-e úgy ugyanúgy teljes elmétekből, szívetekből és erőtökből szeretni? Vagy úgy érzitek, ahogy én éreztem, hogy becsapott és elárult, és valamit visszatart azért, mert ő a főnök, és meg akarja mutatni, hogy ki a Jani. Mert nem arról van szó. Ha így érezzük, ahogy én is éreztem, akkor ez annak a jele, hogy megkeményítettük a szívünket, és önsajnálatban élünk. Nehéz ezzel szembenézni, de Isten ezt tanította nekem. És amikor ezt, úgy mindezt abban a pillanatban értettem meg, amikor azt mondtam, vagy amikor megválaszoltam a kérdést, hogy tőle távolabb vezetne, és utána azt a kérdést tette fel Isten, hogy és akarod még őt? És őszintén azt tudtam válaszolni, hogy nem.
És tényleg nem akartam. Megszabadultam abban a pillanatban minden érzelemtől, meg minden vágytól ez iránt, a férfi iránt, mert Istentől elvont volna. És az én szívem Istené. És amikor ezt megértettem, akkor a vágy is elmúlt utána. Mert ha nem érjük be vele, akkor mindegy, hogy megkapjuk-e azt a dolgot, amire vágyunk, vagy sem, akkor valami más lép annak a helyébe. Egy még jobb állás, egy nagyobb lakás, még egy gyerek, bármi. De soha nem leszünk se elégedettek, se örömmel teljesek, se békességünk nem lesz. Azóta is ez a fajta bölcsesség rendkívül nagy segítséget jelentett az életemben, mert mindig, amikor valami újdonsággal állok szemben, felteszem a kérdést, hogy ez Istenhez közelebb visz, vagy távolabb. És ha távolabb, akkor mennie kell, nincs hely az életemben. Nem állítom, hogy ez könnyű, vagy hogy nem küzdök érzelmi viharokkal, mert most már egyben vagyok, és mindig egyedülálló. De azt őszintén elmondhatom, hogy elégedett vagyok az életemmel, nem vágyom másra. Nincs bennem keserűség, és nincs bennem megbánás sem, tehát nem sajnálom, hogy nem jött össze az a dolog. És bár nem találkoztam vele azóta, ő már talán nem is jár Istennel. Tehát egy-két dolgot hallottam felőle, ami Istent igazolta. Tehát nagyon is jó döntés volt az. És elégedett vagyok, mert Isten az én hű kedvesem, és önmagával ajándékoz meg nap mint nap, ahogy benneteket is. Egy igeverset szeretnék felolvasni, és akkor ezzel lezárnám ezt az alkalmat. Mindnyáján jól ismerjük, azt hiszem, a Zsoltárok 37:4-es versét, hogy az Úrban lehet gyönyörűséged, és ő megadja neked szíved kéréseit. Azt hiszem sokszor, ahogy én is, mindnyáján elkövetjük azt a hibát, hogy úgy gondoljuk, hogy ha megadjuk Isten nekem az Istené, egy kicsit dicsérjük, meg olvassuk az igét, meg mit tudom én, akkor ő majd gyorsan odaadja, vagy megadja nekünk azt, amit szeretnénk. Átnyújtjuk a listát, ő meg megadja. De ez nem erről szól. Ahogy benne lejjük a gyönyörűségünket, ahogy benne tényleg gyönyörködünk, ő tölti ki az életünket, az ő vágyai, a mi vágyainké válnak, az ő akarata szerint alakulnak az elvárásaink, az elképzeléseink, és ő azokat megadja, mert ő a szívünk szerelmese és a legjobbat akarja nekünk. Köszönöm szépen! Thank you so much. Thank you for everyone who shared. Köszönöm mindenkinek, aki beszélt. And being honest and sharing from your life. Voltatok. And I know that we could literally take one after another. All of you could come one by és one tudom, and hogy share. Itt jöhetnénk egész délután is egyesével mindenki ide jöhetne. And thank you, Krista, what you said, that you know it's important that we understand the difference of hearing others' stories. És köszönöm, Krista, amit mondtál, hogy igen, fontos hallani mások történeteit. Testimonies and how God worked. Bizonságtételeit arról, hogy Isten az ő életükben hogyan munkálkodott. But to know the Lord works differently in each one of our lives. De hogy ne feledjük azt, hogy az Úr mindegyikünk életében másképpen munkálkodik. Yeah, so that we can receive a great encouragement to know, wow, it's good to hear from other ladies. I'm not the only one, but then to remember, but the way the Lord's going to work in my life is going to be personal, specific to my needs. És éppen ezért lehet bátorítás hallani mások történeteit, és hallani azt, hogy mennyire személyre szabott, egyéni az, ahogyan az Úr mindenki felé szolgál, és ez reményt ad arra, hogy majd ahogyan az én életemben munkálkodik, az is konkrétan rám lesz igazítva. So I hope that you're encouraged. Remélem, hogy ez bátorító volt. I hope that we can continue these testimonies. Continue as we go out this afternoon. Encourage each other with testimonies. És ahogyan telik majd a délután, bátorítsátok egymást nyugodtan a bizonságtételeit.